én már kényelmesen elhelyezkedtem. Remélem önök is. Kezdődjék a műsor. Így kell ezt csinálni. Szál, egy hajnali fénysugár, egy korty víz, mi átsegít a forró sivatagon át. A nőre egy száz csodát, tőle ég a férfi vágy, róluk álmodunk sok éjszakán, és néha könnyet is ejtünk tár. Csak ne mondja, hogy nem szeret, mert belehalok, és a szívem össze is törik már. Hiába kőszikla, a férfi szív néha erőtlenné vál. Csak ne mondja, hogy nem szeret, mert belehalok, és a szívem össze is törik már. És csak akkor erős, mint egy oroszlán, ha egy nő öleli át. Nő egy angyaltán, őrzi a férfi
álmát. Életet ad, óv és félt egész életen át. A nőre egy 100 csodát, a könnye 100 karát. Soha nem kér, de mindig ad egész életen át. Csak ne mondja, hogy nem szeret, mert belehalok, és a szívem össze is törik már. Hiába kőszikla, a férfi szív néha erőtlenné vár. Csak ne mondja, hogy nem szeret, mert belehalok, és a szívem össze is törik már. És csak akkor erős, mint egy oroszlán, ha egy nő öleli át. Csak ne mondja, hogy nem szeret, mert belehalok, és a szívem össze is törik már. Hiába kőszikla, a férfi szív néha erőtlenné vál. Csak ne mondja, hogy nem szeret, mert belehalok, és a szívem össze is törik már. És csak akkor erős, mint egy oroszlán, ha egy nő öleli át. A mai műsorom vendége nem más, mint Kossuth Gergő. Szia Gergő, köszöntelek itt a műsorban. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Én örülök neki, köszönöm szépen. Az Operett Színház színészeként indult a te pályafutásod, ha én ezt jól tudom. De tudom, hogy jól tudom. Aztán hirtelen popénekessé avanzsáltál. Mi történt, Gergő? Hát nagyon sok minden történt velem már. Nem csak az Operett Színháztól indul azért a pályafutásom, de az egy nagyon nagy mérföldkő volt az életemben. Hát körülbelül 9-10 éves koromtól indul ez, amikor tudatosan azt éreztem, hogy nekem a színpadvilága, az én világom, itt kell, hogy legyek, énekléssel foglalkozni. És hát nyilván így is teltek az évek, míg ugye eljutottam az említett Operett Színházig. Rengeteg magánóra, ének, tánc, zeneiskola, hát ez a szokásos tanuló évek, és hát nyilván, amikor már idősebb voltam, 16-18 éves, akkor azt éreztem, hogy a musical az, meg az operett, ami így hozzám, főleg a musical az hozzám nagyon testhez álló, hozzám való, és akkor a nyílt casting keretében jelentkeztem az Operett Színházba egy bizonyos darabra, és hát hála Istennek olyan jól sikerült, hogy beválogattak, és főszereplője lettem ennek a Tavasz ébredés, egyébként kiholthatjuk, című musicalnek, és hát itt azért egy jó ideig voltam is az Operett Színházban, de valahogy azt éreztem, hogy ez nem feltétlenül, nem csak ez vagyok én, hanem valahogy a színpadnak a másik része, ami ugye egy kicsit közvetlenebb a közönséggel, azért szerintem előadóként, tehát olyan előadóként, mint te is ugye, hogy járunk mindenféle rendezvényekre, falunapokra, tehát nagyon széles skálán mozog a mi életünk, ez egy kicsit közvetlenebb, és nekem ez hiányzott ebből, mert igaz, hogy azért más arcodat meg tudod mutatni estéről estére, ez egy nagyon-nagyon klassz dolog, de nem éreztem azt, hogy itt nekem meg kell állnom, és aztán úgy hozta az élet, hogy ide sodrott, és én nagyon örülök neki. De az, hogy kicsit azért tudatos legyen az én pályámnak az építése, és ne csak úgy, hogy felavadzsálok popénekesek, ahogy ugye említetted, azért tudatosság is volt mögötte, hogy a tanulmányaimban például, tehát mindig érdekelt például a pedagógia része az éneklésnek, amellett, hogy művelem is, és nyilván ezt tudatosan főiskolára jelentkeztem, nyilván azt el is végeztem. Később azért kipróbáltam magam a tanárként is, nem csak magámban, tehát tanítottam éneket magámban is, de iskolában is. És végül is ez olyan jól sikerült, hogy a feleségemet itt ismertem egyébként, csak egy mellékszálként, de nem annyira mellékszál ez az életemben. És hát ezek az évek voltak azok az évek, amikor ezzel az énekstílussal, a bel canto énekstílussal megismerkedhettem, hosszú, akár azt hiszem 7-8 évig tanultam a mesteremtől, később én is megtanultam a tanítását, szóval igazából nagyon-nagyon-nagyon sok minden történt az Operett Színház és a napjainkig,
szóval hosszan lehetne róla tényleg beszélni, és nagyon örülök neki, hogy most ezzel foglalkozhatom, mert az élet megmutatta, hogy ez az én utam. És itt van helyem, hála Istennek a felkérések, fellépések ezt igazolják, meg hát, hogy például itt is lehetek most veled, és beszélgethetünk, ez egy nagyon-nagyon-nagyon klassz dolog. Úgyhogy igen, nagyon-nagyon sok minden történt, de ez az operáció az természetesen egy mérföldkő volt az életemben. Akkor összefoglalva mondhatjuk azt, hogy nem érezted magad a helyeden, élvezted, igen, de keveset adott, nem azt, amit más, szerettél mint amit én volna. Szerettem volna. Igen. És akkor te tudatosan felépítetted, és igen, elindultál azon az úton, ami elvitt téged odáig, ahol ma hála Istennek itt vagyunk. Helyeden. Igen, hála Istennek itt vagyunk. Van egy videóklipped. Nagyon szeretem. Egy bizonyos videóklipről beszélünk. A nézők is biztosan fogják tudni, hogy melyik videóklipet említem. Egy ilyen tengerpartos, homokos részen játszódik, és van egy jelenet, amikor a kedves párod, aki a feleséged, igen, bikiniben bent ül az úszómedencében. És láthatjuk azt, hogy te beültél mellé, méghozzá egy férfinkben, és nem tudtuk hova tenni ezt a jelenetet. Nem tudjátok. Ezért szeretnénk megkérdezni téged, hogy Gergő, mit rejtegetsz az ing alatt? Hát az izmos felső testemet, az év férfi felső testét természetesen. Na, viccet véletével egyébként. Igen, tehát ez egy olyan jelenet volt, amikor én ragaszkodtam ehhez az ing dologhoz. Mert nyilván a kedves közönség is, és te is, te meg főleg ismered így a dalaimat, hogy mi az irányvonal, amit én képviselek, ez az érzelmesség, romantikusság, előzékenység, elegáns megjelenés. És azt gondoltam, hogy nekem ez belefér, mint Kossuth Gergő romantikus dalokat éneklő előadónak, hogy igenis ott is képviselem egy kicsit az eleganciát. Tudom, hogy kicsit lezserebb, de azt gondoltam, hogy belefér ez a dolog. Ebben a klipben. Mondjuk ez azért nem mindennapi, hogy valaki férfi ingben fürdőzön. Azt gondoltam, tehát, hogy a lényeget nem vehet, tehát ne, hogy mondjam, igen, tehát hogy a lényeget nem veheti el ez a snit, hogy én most ott megmutatom az amúgy tökéletes felsőtestet. Na hát viccet véletére, de bele de kell akkor, beszél, elmondom. Akkor megnyugtathatjuk a én meg persze, hogy persze. Semmit nem rejtegetsz. Nem. Azért van, mert tudom, sivel. Most csalódást okoztam, de nem. Hát jól van, akkor várjuk azt a videóklipet, ahol láthatjuk Kossuth Gergő izmos férfi testét. Most pedig azt várjuk, hogy a színpadra fáradj, és énekelj nekünk. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm.
vagy a hely, hol a szívem pihen. Nálad nem vágyom semmi másra, amikor karod öled, és csókol a szád. Repít a mennyország kapujába, ne legyen vége sohasem. A síron túl is tart a szerelem. De még nem tudom megtenni.
látni, és nem gondolni rád. Fa levél zizegve földre száll, nem remél, már csak a télre vár, és a fátyol fel. Hűti a langyos szél. De addig még őrzöm a lángot, mert jól tudom már rég, hogy nekem szánt a sors. Mindenem odaadom én, ha ébren ér a reggel, és rájössz, hogy az ég nem így rendelte el, de már hiába. Amikor úgy érzed, többre vársz, azt hiszed, hogy mással jobb lesz talán. Vigyázz, mert nyughatatlan szíved megint feléget mindent, tévútra visz rá. Sem múlik el, álmaink homokba írtuk fel, de a tenger habja elmossa a partot, hullám sírba vész közös életünk. De addig mi nem szeretnék, de már a sajnos búcsúznom kell. Egy hét múlva találkozzunk újra itt. Ma éjjel